költségvetés, vagy legalábbis valamikor ez volt. A kiadások az egekben, nem csoda, hogy már a számlákat sem tudták fizetni. Így kezdi a küldetés bemutatását Flo, a kacsacsőrű emlős. Az új ingyenes magyar fejlesztési mobiljáték az OTP Fáy András alapítványhoz kötődik. A pénzügyi kihívásokkal egybekötött kalandjáték, grafikai kidolgozottsága, sztoria és tempója teljes mértékben megfelel a mai fiatalok ízlésének és elvárásainak. Azt is látjuk, hogy valóban a felnőttek irányába is el kell mozdulni, bár ez az applikáció a fiatalokat szólítja meg szerethetőségében, illetve komplexitásában, én úgy vélem, hogy a felnőtteknek is tud majd, illetve rejteget majd olyan alapismereteket, amelyeket később a mindennapi életükben fognak tudni alkalmazni. Hiszen 2018 óta felnőtt oktatási programja is van az alapítványnak. Ez jövőre érkezik majd mérföldkőhöz, most azonban még a gyerekek oktatásában léptek magasabb szintre az applikációval. Egy év is 25 ember napi munkájának az eredménye ez a játék. Platypus a Finlit Story az alapvetően azt a célt tűzte ki maga elé, hogy több szinten tudja ezt a hatékony tudásátadást biztosítani. Nyilván van egy lexikális tudásátadás, ami a kérdésekkel, a narratívával, a dialógusokkal jelenik meg, de emellett valós gyakorlati folyamatokat is végigcsinálnak a felhasználók, úgy mint hiteltörlesztés, úgy mint gazdálkodás a vagyonukkal. Továbbá a Platypus applikációhoz kapcsolódó weboldal a www.platypus.hu az a helyszín, vagy az a felület, ahol ezeket a pontokat el tudják költeni. Január második felétől lesznek elérhetőek a nagyértékű ajándékok, úgy mint az okostelefon, PS4 vagy az elektromos roller. Az ajándékok mellett ismert és népszerű emberek hangjával akarták még vonzóbbá tenni a játékot a fiatalok számára. Így esett a választás Dérhenire és Kukira. Tudjunk, hogy ez egy fontos tény, a pénz a mai világon. És például, mikor idejöttem Magyarországra, és amióta apuka lettem, akkor ez már kicsit jobban figyelünk a pénz, a kiadás, a bevétel, mit kell, hogyan kell befektetni, nyilván mi kell a gyerekeknek. Szóval ez egy ilyen, nem mondani mindennapi probléma, mert nem probléma, csak valamikor muszáj kicsit gondolkodni, hogy vajon mi a tartalék, most mit csinálunk, mit veszünk, hova mennék. Szóval ez egy ilyen fontos dolog. A fiatalokat szépen lassan, lépésről lépésre, már fiatalkorban játékosan, hogyha belevezetjük egyébként ebbe a világba, megismerkednek a fogalmakkal, és egyébként tisztább képet kapnak a saját jövőjükről, az szerintem egy nagyon fontos cél. Az applikáció csütörtöki nyíregyházi bemutatóján zárásként a játék két főhőse megelevenedett, és egy tánccal megkezdte a munkáját jelképesen a galaxisban.